Jó reggelt kívánok! Jó reggel! Egy újabb nap kezdete. Ma Dorka fog navigálni. Mert azt mondta, hogy szar a telefonom. Úgyhogy jó fele megyünk, Dorka? Igen. Ja. De csak azért, mert tegnap is arra mentem. Milyen szép piros vagy. Piros? Aha. Megyünk a Károly hídhoz és... Kicsiben biztos a hideg. Ja, igen, a hideg. Megyünk a Károly hídhoz és... Most már látni fogjátok, és utána megyünk a kis oldalra. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loco. Kávézóba, étterembe, ahol a Dorkát majdnem elcsapta egy falon lógó tábla, amit lefújt a szél, úgyhogy ez adta meg a jelet, hogy ide be kell, hogy jöjjünk. Iszunk egy jó kis kazelt. Dorka, mit iszol? Fehérbort. Fehérbort iszik mineralvasszerrel, mert ők nem isznak mineralvasszer nélkül, mert amúgy külön hozták ki, mert ezek szerint ők nem isznak. Fröccsöt. Ami magasabb, mint az Eiffel torony. Milyen? Másolat révén. Amúgy nem Eiffel toronynak hívják. Azért hanem? Magasabb? Nem tudom. Petrin. Petrin. Azért magasabb, mert magasabban van az alapja. És azért magasabban van a csúcsa. De maga az építmény nem magasabb. Megyünk fölfele. Andrisnek már most elege van szerintem, mert itt most 279, vagy egy kicsivel több lépcsőfokot fogunk megmászni. Andrist el is hagytam. Cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Andrés. Nem is homokkőből készült. Hol vagyunk most? Hát a folyó fölött. De azon belül milyen hídon vagyunk? Kőhídon. A
Károly hídon vagyunk. Igen. És mi van itt a Károly hídon? Mit kell róla tudni? Történelem óra 1-es. Na most komolyan? Nem. Elakadt a lélegzet. Annyi szó körbejártuk ezt a szarságot, ennyi már följér. Hogy már nincs kedvem ezt előadni. Na de hát! Tök szép minden. Ugye? Ilyennek mennek a koldusok. Igen. Bupa. Bupa. Igazából az a hír járja, hogy tojás is. Na jó, álljunk meg itt a szélén. Na tehát. Íme itt vagyunk az emlegetett nagy érdemű Károly hídon, ami mikor épült? Eredetileg nagyon-nagyon korán. Igen. A türingiai Judit. Na jó, akkor azt mondjuk el, amit tudunk. Jó, mond. A lényeg, hogy Judit hív volt. Hív. Itt vagyunk a Károly hídon, ami eredetileg egy fahíd volt, ez volt a prágaiak első állandó hídja. Majd ezt a fahidat elsodorta a Jegesár, és ennek... 1342-ben. Majd ennek örömére csináltak, vigyázz a kutyára. Majd ennek örömére csináltak egy kőhidat, melynek alapjaiba amúgy homokkőből készült, melynek alapjába tejet és tojást tettek, igen, és valamelyik régióból, ahonnan gyűjtötték be a tojást, onnan főtt tojást küldtek, és ezzel is hátráltatva a babonás építkezést, és ennek a Károly hídnek, tehát a kőhídnak az építkezését azt megint csak babonából asztrológusoktól kérték ki a dátumot, hogy mikor lenne jó az építés, hogy ne vigye el megint a Jegesár, vagy valamilyen környezeti természeti katasztrófa. És ezért építették 1357. 7. hó 9-én 5:31 perckor tették le a legelső követ. Amit Károly bácsi tett le. Így van, de nagyon hosszú ideig készült a híd, tulajdonképpen 45 év múlva adták át, 1402-ben. Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala. Jutottunk arra a pontra, hogy rohadtul szétfagyunk. És... Magyar beszél. Igen. És most akkor bemegyünk a Úflakú, ha jól ejtem, sörgyárnak az éttermébe, ahol, na itt viszont már remélhetőleg megkóstoljuk a normális ételeket. Mint például egy csülök, vagy valamilyen nokedli. Ez gyanús, ez nem az volt. Mindjárt ott vagyunk. Állj! Mégis ez az. Dorka, mit teszel? Csirkét.
Csirkét? De milyen csirkét? Sült fél csirkét. Sült én meg nyakat. Már majdnem otthon, vagy se szálláson vagyunk. Hát szerintem amúgy jó volt a kaja. A Dorkának annyira nem tetszett a felszolgálás, de... Kiszolgálás. Igen, a kiszolgálás nem tetszett. Mert a felszolgálás... Amúgy ott a járda, menjünk már oda föl. Basszus. És ebből adódóan a kaja se annyira volt szimpatikus. Igen. De mondjuk szerintem a Dorka nem erre számított. Gondolom én. Mert én megkaptam azt a... Számítottam rá, hogy nem biztos, hogy azt fogom kapni, amire számítok. Úgyhogy annyira nem lepett meg. Csak nem tudom, olyan semmilyen volt. Szeméttelep. Hát olyan semmilyen volt. Azért szerintem. Remélem, hogy holnap találunk egy olyan éttermet, ahol van csülök, és megkóstolhatom Andriséből. Ja, mert igen, emlegetjük a csülököt. Én azt fogok enni mindenképpen. Igen. Kaptunk sört. Itt viszont olyan volt a kiszolgálás, mint a... Hát az interneten emlegetett régi hagyományok, hogy egy kis cetlire írták a strigulákat, hogy hány sört hoznak. Mert ez kb. A csapból is az folyik abba a helyiségbe. Nyilván, mert a sörfőzdében voltunk. Itt volt olyan, hogy hozták a pálinkát. Gondolom, hogy pálinka valamilyen rövid ital. És egyből adták volna, amire megint csak az utazók figyelmét felhívja az interneten lévő Dorka által talált lap, hogy ezeket olyan, mint hogyha ingyen adnák, de ezekért ugyanúgy fizetni kell, mint nem a... Nem is keveset. Nem is keveset, mint a sós magyaróért. És akkor én most még annyit mondanék, hogy amiatt is jövünk most haza. Egyrészt lejártuk a lábunkat, másrészt sajnos reggel egész jónak indult az időjárás, de most egyre rosszabb, és miközben jönnek az emberek. Igen, mondhatod. És hát ebből adódóan úgy döntöttünk, hogy bejövünk most már, mert fázunk is, meg az eső is esik. Nagyon hideg volt. Most egyre jobban rá is kezd, úgyhogy szerencsénk van, hogy itt a Top Hotel már a szemünk előtt. Mutasd meg. Megmutatom. Ott van. Igen. Ott van. És akkor most bemegyünk, és fürdőzünk egyet. Megnézzük, milyen a víz. Mert ha fasza, akkor ugrunk egy seggest.